Az aradi vértanúk emléknapján Eger több pontján is megemlékezést tartottak tisztelegve a hősök előtt. Az Eventus üzleti és művészeti iskola diákjai gyertyát gyújtottak Lenkei János tábornok sírjánál, majd ünnepi műsort adtak elő Knézics Károly emléktáblájánál, s meg is koszorúzták azt. Az a tábornok volt, aki nem adta át kardját, hanem a kocsi elé dobta, a kocsi véghalt rajta. És soha nem adta föl azt a szeretetet, ami a szabadságot ad. Mi kis összévetünk arról szól, hogy megemlékezzünk és tisztelegjünk az aradi vértanúk előtt, akik hősök voltak, és azt hiszem, hogy példaként szolgálnak a jelen nemzedék előtt. Az egri végvári polgári körök megemlékezésüket szintén a Knézics Károly emléktáblánál tartották. Kovács Ottó, a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium tanára beszédében a 13 vértanú kegyetlen haláláról emlékezett meg. Helytállásuk miatt örök tanúivá váltak ama nevezetes mondatnak, ami így szól. Mit Istennek megfejthetetlen végzése ránk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal, és az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. A Mi Hazánk mozgalom is tisztelgett a 48-49-es szabadságharc tábornokai előtt. Beszédükben pedig kiemelték, hogy nem csak 13 hősi halált halt vértanúról tudunk, rajtuk kívül többen is életüket vesztették a megtorlás alatt. Szintén 1849. augusztus 22-én Ormai Norbertet, aki a Honvéd vadász ezredek főfelügyelője volt, és akit nem mellesleg az első aradi vértanúként tart számon a történelem, már kivégeztek a nyelvújító Kazinczy Ferenc fiát, Kazinczy Lajos, akit a 15. aradi vértanúként tartunk számon, szintúgy Pesten a Magyar Királyság első miniszterelnökét, Batthyány Lajos agyonlövették. Az aradi vértanúk napján tartott megemlékezések mindegyikén gyertyát gyújtottak, és beszédekkel méltatták a forradalom és szabadságharc hőseit.